Köszöntöm a kedves hallgatókat, az Országos Széchenyi Könyvtár 17. csevejét rögzítjük. Solymosi Ákos hangmérnök már el is indította a felvételt, és vendégem Gondos Gábor, ő a digitális megőrzési osztály munkatársa. Különösképpen semmiféle díjat nem kaptál mostanában, semmiféle törzsgárda éveid nincsenek, nincs, nem jubiláz. A... már régebben jubiláltam. Na hát, régen jubiláltál, de Arról fogunk most beszélgetni, hogy a könyvtárak mint olyan hogyan tudnak segíteni ebben a mostani életünk változtatásában, amire szükség van. Kultúra és antropológus vagy. Miért könyvtár? Miért dolgozol a könyvtárban? 2006 óta dolgozom az Országos Széchenyi Könyvtárban. Én eredendően egyébként nem terveztem, hogy könyvtáros leszek, de valahogy kicsit véletlen, vagy hát ha nem hiszünk a véletlenekben, akkor a sors sodort ide, de aztán nagyon megszerettem ezt a területet, úgyhogy azért is ragadtam itt, több, több osztályon dolgoztam, az olvasószolgálaton kezdtem, akkor még egybe volt a tájékoztató osztály, aztán szétváltoztam, most megint egybe van, mindegy. Aztán webes területen, aztán most a digitális megőrzési osztályon vagyok, ahol hát csak röviden elmondom, hogy ott igazából a munkánk lényege az, hogy a rengeteg mindent digitalizálnak a könyvtárban, és ezt egy rendszerezett módon archiváljuk, elrakjuk, hogy aztán amit, amit bedigitalizáltunk, azt meg is találjuk, hogy ilyen így fogalmazzak. Röviden ez a mostani munkám. Páradásul ezelőtt már beszéltünk a digitális megőrzés a Matyékkal, uh -huh. és azt is mondtad, hogy te egy ilyen, ilyen megoldó szereped van, különböző feladatokat végzel, és mennyire elégít ki ez a munka téged? Hát ugye most ez egy új osztály még, most lettünk egy évesek, nem olyan rég, és még rengeteg mindent kell úgymond kitalálni a jó értelemben, tehát hogy vannak folyamatok, és hogy ezeket optimalizáljuk, mi az, amit érdemes, hogy a gép végezze, mi az, amihez az ember szükséges. Ez a része szerintem elég érdekes számomra is, tehát hogy munkafolyamatokat hol vágjunk el, tehát hogy mi az, ami a egyik emberhez tartozik, mi az, amit már érdemes egy másik embernek csinálni, hogy egy embernek kevesebb dologra kelljen egyszerre figyelni illetve a folyamatok sorrendje, mi a legoptimálisabb a, ebben az egészben. Szóval ezek valójában ilyen fájműveletek. Az eredménye viszont az, hogy utána digitálisan elérhető lesz, és jól kereshető lesz az adott anyag. Úgyhogy mi egy ilyen előkészítő háttérmunkát végzünk, aminek hát van, van megvan a maga szépsége, meg a helye az egész rendszerben. És hát a digitális megőrzést a saját életedben is használod, hiszen Gábor kirakókat gyárt, és van egy honlapja is, tehát ott is megőrződ ezeket különböző fotókkal, hogy kereshető legyen és, és megtalálható legyen. És akkor rá is megyünk erre a, a kirakózásra. A múzeumok éjszakáján többször egy hatalmas asztalokat teleraksz ilyen fadarabokkal, amiket össze lehet így Nem egy ilyen klasszikus puzzle e képzeljünk el, hanem iszonyú izgalmas vonalak és formákat kell egymásra tenni, és többféleképpen ki lehet ezeket rakni. Ez úgy gondoltad, hogy közbe kell valami uh, hobbi projekt, valami más, ami, amivel megtalálod magad? Hát nekem ez már előbb jött, tehát ez annyira hobbi, hogy ez már <laughs> ez előbb jött, mint a könyvtár. Az én családom az kicsit ilyen művész család, a nagyapám a szobrász volt, az édesanyám az Képeket fest, és engem úgy mindig is érdekeltek a csempék. A geometrikus képeket is festettem már egész fiatalon. És aztán, tehát ugye volt otthon hozzá kemence, meg máz, meg agyag, úgyhogy csináltam otthon ilyen csempéket, de én nem, nem szögletes csempéket akartam csinálni, hanem legelőször háromszög alakú csempéket készítettem. Aztán meg ilyen különféle ívekkel határolt csempéket és akkor ezek, ezek, el is ki is sültek a kemencében, hogy úgy mondjam, de ez mindig csak ilyen prototípus kell elképzelni, mert engem igazából addig érdekel, ameddig megtervezem. Maga a gyártás rész az már... Nagy szülő kemencéjét használod? Igen, igen. Tehát a hmm. nagypapámnak volt három kemencéje, hmm. egy elektromos, meg kettő kint a kertben, amit ilyen fával kellett feltűteni 900 meg 1000 fokra. Úgyhogy ez nagy buli volt, de hát én csak a kicsibe dolgoztam. Na, és tehát, hogy a csempéket csináltam legelőször, és akkor azok egyre bonyolultabbak lettek, és akkor elgondolkodtam, hogy hát ez végül is a játékosság itt jött be, tehát, hogy ugye, ha egy csempét fölrak az ember a falra, akkor azt nem lehet átrendezni többször, vagy hát legalábbis nagyon költséges. Úgyhogy hát, hogy akkor merült fel, hogy miért ne, lehetne ezek, miért ne lehetnének ezek játékok, és akkor kezdtem el úgy, úgy nézni ezre a geometriai formacsoportra, hogy ezek játékok. És akkor így, így kezdődött ez az egész. Hát egyébként, hogy mikor régen... Igen, az első játszóházom azt hiszem 2008-ban volt, de már előtte, tehát a csempék azok már korábbi dolgok, a játékok azok kb. egyébként egy időben kezdődtek a könyvtárral, mondhatjuk így és valóban egy ilyen hobbi projektként. És hát aztán egyik játék jött a másik után, ugye igyekszem úgy tervezni, hogy hát, hogy ne, ne legyen, ne hasonlítsanak egymásra, tehát, hogy nem akarok, hogy minél változatosabban nézzenek ki, és hát ez most ugye nem tudunk képeket mutatni, de... de el tudjuk mondani, hogy... Igen, így. igen, tehát, hogy ezek ilyen abstrakt formák, tehát nem, alapvetően nem ábrázolnak mondjuk kiskutyát, vagy tájképet, vagy amit a hagyományos pázlukkön megszoktunk, hanem itt maguk az egyes, a kirakónak az egyes elemei igyekeznek esztétikusak lenni, és hát az a különlegesség, hogy nagyon gírbe gurba vonalakkal határolt elemekről beszélünk, de ezek mégis rengeteg féleképpen kapcsolhatók egymáshoz, és így valamilyen kompozíció születik a játék téren belül. Tehát, hogy én úgy gondolok erre, hogy ez egy kicsit egy ilyen közös alkotás, hogy van egy elemkészlet, amit én kitaláltam, és akkor a játékos, hogyha van kedve, akkor ezt meg ha van több lehetősége, akkor egyre inkább megérti ezt az elemkészletet, a geometriáját, a törvényszerűségeit, és ő maga képes olyan kompozíciókat csinálni, készíteni, amelyek azelőtt nem voltak. Tehát akkor valami újat hoz létre, és akkor ebben egy kicsit én is szereplek mint alkotó, egy kicsit ő is szerepel mint alkotó, és akkor ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, hogy, hogy hol születik a mű, hogy így mondjam. Tehát, hogy ami a végeredmény, az nem csak egy játék, hanem ez félig, meddig egy ilyen művészeti célja is van mindennek, hogyha ilyen szerintelen akarok lenni. A kemencébe kisztetted az első ilyen csempéket, miután leverted, gondolom, otthon a, a fürdőszobába, és akkor különböző formákat tettél az új fürdőszobában, nagyon örültek a szülők, és ezek már nem kerámiák, vagy nem tudom, jó előtt a fejezés. Ez kerámia, volt, mint ami mm. a... Mint a mint amit látunk a falon. Igen, csak ha a, ezek a e, kirakóid, ezek már nem ebből vannak, miből vannak? Hát az elsőket azokat kézzel készítettem fából, faros lemezből vágtam ki a legelsőket, aztán, e, aztán rájöttem, hogy ezt ugye a lézervágó cégek e, nagyon szépen, pontosan ki tudják vágni, Különféle alapanyagokba, és ezt a pontosságot igényli is ez a rendszer, mert hogy minden elemnek minden más elemmel is majdnem kell tudnia kapcsolódnia. Tehát itt a én kezem legalábbis nem elég pontos ahhoz, hogy a fűrészsel ezt megvalósítsam. Előveszel egy papírlapot, és ott, ott megtervezed először kézzel, vagy már géppel? Hát most már géppel, eleinte körző, körző és papír, és festék volt a tervezés helye. Tehát, hogy alapvetően plexiből, és tehát anyagába színezett plexiből, illetve most már rétegelt lemezből készülnek ezek a játékok. Ideális eset az, amikor megrendelek különféle furnérozású rétegelt lemezeket, és ebből vágatom ki, és ezeket keverem be. Ez azt jelenti, hogy magának a, fa, a különféle fa fajtáknak az eltérő színe adja a játék színét. Ez egy ilyen nagyon szép natúrhatást ad, és Hát az is szép, hogy nincs festve is, mégis színes, szóval ezek is ilyen... És hát különböző a különböző mintákkal, ahogy mondtad, a, a, aki játszik vele, aki kirakót csinálja, ő létrehozhat egy teljesen másféle... Igen, és ez mindig nagyon inspirálók a játszóházak, mert, mert ahány ember, tehát hogy valahogy kicsit mindig másként, másként néznek rá ezekre a készletekre is. Mindig meg tudnak lepni engem is, és ez mindig nagyon feldob, meg inspirál arra, hogy újabb dolgokat csináljak, vagy tervezzek. És hát, ahogy mondtad, tehát, hogy vannak aztán az egyik irány, az egyik fejlesztési irány az, az volt, hogy, hogy hát csináljunk óriás kirakókat is. Az első óriás kirakót egyébként egy Korvina a ihlette, nagyon érdekes, mert hát én ugye általában, amikor az úgy. Óriási mit jelent? Az hát, 10 méter 10 méter? Annyira nem óriás, de 170 centi az átmérő KB lehetne nagyobbat is csinálni, de <laughs> ezzel is már vannak szállítási gondok. Tehát, hogy mindig kerestem, az amikor úgy rám jön az, hogy most kirakót készítenék, akkor, akkor úgy nézek a világra, hogy keresem az inspirációt, és érdekes volt, hogy pont itt az OSK-ban álltam, valakire vártam egy folyosón, és itt vannak kint a falakon ezek a gyönyörű nagy reprodukciók, például korvinákról is, vagy régi térképekről, stb. Na és az egyik ilyen képen a Mátyás egyik korvinájáról volt egy fotó, és néztem ott a betűk körül kanyarított cirkalmakat, és hát azon merengtem, hogy na, hogy ebből vajon lehetne kirakót csinálni. Lehetett. És lehetett, úgy néz ki, hogy lehetett, és akkor ez lett az első óriás kiraki, amit, amit, tehát ezt, az, ennek az első példányát az kézzel vágtam ki, aztán a, most már vannak gépi verziói is. Ilyenkor, amikor megérkezik a gyárból, vagy nem tudom, a, a üzemből ezek a darabok, amelyek a fadarabok, akkor mindenkit elküldesz otthonról, és akkor egy nagy asztalon egyedül kirakod. hogyan, hogyan teszteled a játékot? Hát igen, egyébként a, most már van önbizalmam, de a, eleinte mindig volt egy ilyen druk bennem, hogy jó, akkor most megkaptam, és most ki kell rakni, hogy, hogy, hogy nem-e tévesztettem, tehát nincs -e benne hiba, meg hm. hogy, hogy, sikerült a rajz, meg sikerült a vágás. Nem volt, pe, nem sikerült? Ritkán, tehát hogyha ha ki, volt, hogy tehát a kapkodok, vagy sürgetnek, vagy kimerült vagyok, egyszer, egyszer eléggé sikerült elrontani egy az nem is, az egy szám volt, egy másik technológiára próbáltunk átállni. A stancerszámokat, az egy ilyen vágó eszköz olyan, mint a pogácsa szaggató, nyomdaiparban használják, és kartonokat vágnak vele. A hagyományos pázlót is így készítik, egy ilyet készítettem, és hát ott ott, 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 sajnos ebben benne van egy kis tervezési hiba, az nagyon ö, problémás. Általában inkább olyan tud lenni, hogy, hogy a lézer túl erős, vagy a fában van valami szennyeződés, és akkor ott, ott megég a fa, vagy nem vágja át a fát eléggé, és akkor ott kell egy kicsit vagy retusálni, vagy újra vágni azt a részt, mert hogy szép legyen. Ilyenkor a hibánál újra kezded, vagy, vagy arrébb és egy másikba belekeddesz inkább, amikor ugye, hogyan viseled ezt a, ezt a kudarcot? Hát változó egyébként. Tehát, ha kis hiba van, a, akkor azt az ember kiavítja és megy tovább. Múltkor volt, hogy egy nagy megrendelésem volt, Egyszerűen nagyon sok részem megégett a fának, úgyhogy ott az eléggé keresztbe vágta a terveimet, mert akkor pont azt akartam, hogy, hogy most akkor 30 készlettel kiállok egy ilyen vásárba, de ez nem tudott megvalósulni, mert elrontották, ez pont a Covid alatt volt, és Hát az, az az nehéz. A vásár az mit jelent? Hát, hát hogy, hogy el is Hát, el, van, vannak ezek, én nem. nem ilyen venni. nem történik, ilyenekről csak álmodozom. Az a baj, hogy ez nagyon drága technológia, tehát a lézer az egy nagyon drága mulatság, és nem lesz olcsóbb attól, hogyha az ember többet használja, mondjuk szemben a fröccsöntéssel, ugye, ami amint az ember legyárt egy ilyen szerszámot, egy fröccsöntő szerszámot, akkor az annál jobban megéri, minél többet használják a lézernek, nincs ilyen, mert ugyanúgy át kell égetni a fát, hogyha az ember t -t -t egy darabot rendel meg, vagy ha tízezeret, úgyhogy nem nagyon tud olcsóbb lenni. De valamiből több is van? Vagy csak egy van mindegyik fajtában? Hát pár darab, valamelyikből van egy ilyen 30 darab mondjuk, de általában inkább csak egy-kettő három darabok vannak az ismert univerzumban, hogy így mondjam. A két óriásból van Finnországban is egy-egy darab. Ott, Ott van egy ismerős, aki ilyen képzésekre használja ezt. És amikor úgy láttad, hogy ezek te is ki tudod rakni, esetleg baránta is ki tudják rakni, akkor úgy gondoltad, hogy ezt meg kell mutatni a közönségnek. Hogy jött ez a játszóházázás? De ez jó kérdés, mert igazából ezt nem én akartam, csak valahogy meghívtak. De hogy hogy hívtak meg, arra már nem emlékszem. A, a van egy nagyon izgalmas társaság, az élményműhely, az Élmény Központú Matematika Oktatásért, ez egy civil egyesület, és valami ismerősön keresztül ők értesültek rólam, hogy én ilyeneket tervezek, de akkor szerintem még csak két-három játékon volt összesen, és elhívtak, Pécsen volt egy ilyen nyílt nap, a Ars matematika, vagy valami ilyesmi volt a címe, elnézést, hogy nem emlékszem pontosabban. És akkor ott tartottam az első játszóházomat, és aztán utána meg velük sokat együtt működtünk, tehát velük tartottunk országszerte ilyen, ilyen tehát mentünk több, mert ugyanis vannak olyan matematikusok az országban, akik ilyen hát valamilyen művészeti vagy kreatívabb eszköztárral kiegészítik a matematika oktatást, és akkor ez a társaság ezeknek a közössége, és akkor így többféle próbáljuk akkor egy kicsit a matematikát ilyen látványosabban bemutatni. A lényeg az, hogy tehát hogy ilyen országos játszóázokat szoktunk tartani egyetemeken, és akkor ott van előadás, meg van játék, és ezek ilyen jó alkalmak szoktak lenni egy kicsit. Úgyhogy hogy képzeljük el, hogy van egy naptára, de be van telve 2026-ig a Igen, hétvégéken, Igen. és uh, majd beletesszük a leírásba is a honlapodat, meg az elérhetőséget, tehát lehet keresni Gábort, itt. ezek a játékok érdeklik. Igen, és, és hát, hát az óz, ó, most leginkább mostanában, hogy a Covid ezt egy kicsit sajnos szétverte, de mostanában meg a, 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 itt a Széchenyi Könyvtárban az, majdnem az összes nyílt napon itt vagyok, tehát a legegyszerűbb hogyha aki, akit fel, akinek felkeltettük az érdeklődését, az, az, legjobban teszi, hogyha eljön az OSK-ba valamelyik nyílt napra, szerintem például március 15-én is lesz ilyen nyílt nap, és ha felkérnek, remélhetőleg felkérnek, akkor jövök én is, és, és itt leszek, és, és, akkor tudunk játszani együtt, és, és mindenkit szeretettel várok múzeumok éjszakáján, júniusban, vagy akár az augusztus 20-a, 20 napon, 20 -a, igen. novemberi alapítási ünnep, tehát igen, igen. Több, többször elő fogsz itt fordulni, nem, nem csak a, a digitális megőrzés osztály <laughs> foteljébe ülsz le, hanem igen, a amikus. játékat is igen, tartasz. <laughs> és megyünk egy másik ö, ö, témára, Szent Gábor kulturális és antropológus, és és legutóbb a vándorgyűlésen van egy ilyen könyvtárosoknak egy ilyen szakmai rendezvényük, ahol előadásokat tartanak, hogy a zöld könyvtárról ez a fenntartható fejlődésről, természetvédelemről, ez a könyvtár kapcsolatáról tartotta egy előadást. Azért is nagyon fontosnak tartom ezt a területet, mert jó magam is egy egy ilyen amatőr környezetvédő védő vagyok, és azt olvastam az anyagodban, hogy az egyén szintén kezdődik ez az, az egész környezetvédelem, tehát ez, és ebben a könyvtár igen, jól tud segíteni. Mi ez a témakör a, a kirakók és a munka mellett, ez, 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 ez mennyi időt viszi el, mennyire érdekel ez a dolog? Hát nekem két nagy szenvedélyem van az életben, az egyik a tényleg az a geometria, a kirakó, a másik meg ez a ökó téma, hogy í így fogalmazzak. Nagyon régóta már, 16 éves korom óta foglalkozom ezzel. Tehát ez a Vándorgyűlés, ez a, azt hiszem, hogy a 22-es Vándorgyűlésen adtam én elő ebben a témában. Az volt a címe, hogy a zöld árnyalatai. És ez arról szól, hogy a. Tehát kicsit átgondoltam előtte, hogy a könyvtárosság, mint olyan, hogyha találkozik ezzel a tematikával, akkor mit tud ezzel kezdeni, és tehát, mint mondtam, elég régóta érdekel ez a téma, picit újságíró is voltam ebben a témában, interjúkat csináltam főként, aztán meg rádió volt egy ideig ilyen különféle öko területeken dolgozó, tehát most mondok példákat, például ilyen, ilyen ártéri gazdálkodás, vagy Éghajlatvédelem, vagy valaki, aki a közlekedést nézi olyan szemmel, hogy hogyan lehet úgy optimalizálni, hogy minél kevesebb szennyezés, minél inkább a közösséget támogassa. Tehát, hogy rengeteg emberrel beszélgettem, hogy ez nekem mindig ilyen kis önképzés is volt, hogy ha érdekelte téma, akkor megnéztem, hogy van-e annak egy számomra elérhető szakembere, és akkor őt megkerestem, és akkor beszélgettünk, és abból lett egy rádióműsor. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy tehát, hogy ez a, ugye már, ezt az utóbbi mondjuk 50-60 év tapasztalata az, hogy, hogy, a, hogy van, van, környezeti válság. Tehát erre most kezd föl ráébredni az emberiség, és hát és azóta is próbál válaszokat adni arra, hogy ezt milyen szinten ezt az egész problématikát milyen szinten lehet megragadni, leírni. A lány András mondta egyszer, hogy, 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 azért is van nehéz dolgunk, mert bizonyos jelenségekre még nincsenek is szavaink. Tehát, hogy ez egészen nehéz megfogalmazni, vagy beszélni erről a kérdésről, mert, mert annyira új. Tehát az, hogy Ugye volt ez a bizakodó, talán már a, nem vagyok történet, de talán már a felvilágosodás, meg az ipari forradalomtól kezdve, hogy az emberiség, az emberi társadalom ráállt erre a fajta fejlődésre, hogy a technika egyre kifinomultabb, és egyre jobb gépeket készítünk, és, és, az emberi szabadságot így definiáltuk, hogy, hogy egyre több mindenre leszünk képesek ilyen technológiai szinten, és hát most a, ugye a Néma tavasszal, amikor a 60-as években jelent meg, az 62 talán, vagy 68, nem vagyok ebben jó. Tehát, hogy akkor derült ki, hogy ennek egy hatalmas ára van, amit addig nem is érzékeltünk, és tehát, hogy ezt egyszer egyáltalán tudatosítani kell, hogy, hogy lehet, hogy ez az ez a, ez elképzelés a fejlődésről, meg ez a társadalmi berendezkedés, ez, ez nem olyan tökéletes, mint ahogy mi gondoltuk, és hogy vannak korlátai, meg hogy hatalmas nagy ára van. Mondjuk ki, hogy ez a fogyasztói társadalom, ez, ez, ez nem jó dolog. Hát igen, kimondhatjuk ezt is. Az kérdés aztán, hogy már a fogyasztói társadalom ez, ez már ennek egy ilyen túlburjánzása, tehát hogy a tehát, hogy igen, tehát, hogy a fogyasztói társadalmat úgy is lehet definiálni, hogy, az, hogy, hogy, arra azért lett úgymond szükség, mert, mert ha pusztán az ipar csak úgy termel, hogy, hogy mindenből a legtökéletesebbet megcsinálja, hogy ez a csodatos Erősíti, amit mellettünk van a stúdióban, ez 200 évig jó, akkor, akkor, ez, akkor ezt az ember egyszer megveszi, és 200 évig használja, az unokája is használja, meg a hat generáció utána, és nem lesz szüksége arra, hogy ő vegyen még egy ilyet. Tehát azért volt szükség a fogyasztói társadalom kialakulására, mert a, a, a gazdasági paradigma, ami ezt az egészet működteti, csak úgy képes életben maradni, ha folyamatosan növekszik, és hogyha a növekedés már úgy nem tud kielégülni. Hogy, hogy 200 évig jó erősítőket csinálunk, akkor ki kell valamit találni, hogy, hogy miért, mi, hogyan veszem rá a fogyasztót, hogy ő vásároljon egy újabb terméket. Hát vagy úgy, hogy kevésbé tartós dolgokat, állítok elő, vagy például a divattal irányítom a, a, normákat, és azt súlykolom, hogy a te kis erősítőd, az már nem olyan jó, mert nincsen rajta MP3 csatlakozó, vagy mi az USB nyílás, és akkor csinálok egy olyan olyan erősítő változatot, amin van USB csatlakozás, és akkor erre felpumpálom az emberek agyát, hogy hogy hát bizony ez. Tehát, hogy aki igazán menő, az, az ilyet vásárol. És akkor két hét múlva meg kijön, hogy hát az az USB az már nem, nem jó, hanem egy újabb fajta kell. És akkor, akkor így, a, tehát a gazdaság szempontjából ez jó, mert hogy, mert hogy pörgeti. Tehát, hogy a GDP nő, az eladások nőnek, csak itt sajnos van egy álom, miszerint ez egyenlő az emberi társadalom boldogságával, de nem. Tehát, hogy ez, ez az, amit próbálunk elfolytani magunkban, illetve eretnekségnek számít ezt mondani, hogy ez nem feltétlenül egyenlő azzal, hogy az emberek mitől boldogok. Mert az ember akkor attól boldog, hogyha megveszi a kis erősítőjét, és akkor azt nem kell neki arra további munkát fordítania, hogy az újabb és újabb és újabb erősítőket is megvásárolja, viszont a gazdaságnak meg az a jó, hogyha így tesz, tehát hogyha lecseréli a tárgyait, és tehát hogy ez, ez, ez generálja a fogyasztói társadalmat, hogy, hogy, a, hogy itt szétválik, hogy a gazdaság számára az a jó, hogyha minél több terméket gyártunk, és minél több terméket fogyasztunk, de ez leválik a társadalmi jóról, illetve a természeti alapjainak is árt. Tehát, hogy ez egy ellenmondás, ez egy ellenmondás, és hát ebből, ebből lesz a környezet illetve ebből van az, hogy hiába vannak egyre jobb gépeink, mégsem dolgozunk kevesebbet, mert egyre több mindent szeretnénk például megvásárolni. 90-es években jártam egyetemre a Debrecenbe, és volt egy Véglászló nevű előadónk, aki... Hát úti ötös volt a, a fenntartható fejlődés tantárgya, és tényleg ilyen kicsit ilyen habvókusnak gondolta mindenki, hogy nyomja ezeket a dolgokat, és hát lassan 30 év, ö, sőt, már el is telt több, és, és, egyre erősebbek ezek a hangok, és a Véglászlónak volt igaza, például a, az üvegek kapcsán arra emlékszem pontra, hogy mi a francnak ennyiféle üveg a, a, és nyilván ez is, amiatt van, hogy előbb mondtad, hogy itt mindenféle, többféle terméket kell eladni, és akkor meg akarják különböztetni a, a különböző üvegekkel, és mondta Vég László, akkor lebeszem a 90-es éve, hogy egyetlen üvegre van szükség, semmi másra, és akkor ez röhögött mindenki. Ja, esetleg a címkéket változtassák még egy mm -hmm. picit. Mm -hmm. A könyvtár szerintem azért egy nagyon izgalmas terület e tekintetben, mert a zöld gondolat, ahogy te is példával mondtad, tehát változott nagyon sokat az évtizedek során. Változott a tekintetben is, hogy mit gondolunk problémának, aztán erre milyen módon, milyen válaszokat fogalmazunk meg, és ez, ez változott. Tehát, hogy most egy egyszerű példával, hogy tehát, például a természetvédelemben először a egyes fajokat próbálták védeni, hogy most jaj, hát ott a túzok, és akkor őt kell, ő neki van egy eszmei értéke, és akkor, hogyha azt valaki elpusztítja, akkor ö, füze, ö, büntetést fizet. És aztán rájöttek, hogy a túzok az nem egy ilyen zárvány, hanem a természetnek egy szerves része, tehát, hogy van egy terület, ahol ő meg tud ö, életben tud maradni, tehát akkor a területet kell védeni, ahol ő él, ez az élőhelyvédelem. Aztán rájöttek, hogyha oké, hogyha megvan ez az élőhelynek a védelme, de mondjuk körbe ilyen autópályák vannak, akkor nem tudnak a más, egyik túlzok populáció nem képes a másikkal mondjuk kapcsolatban áll, de mondjuk, jó, a túzok repül, remélem, is. értsük akkor ezt most általában védett állatokra. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy az élőhelyeknek a hálózatai, azok megmaradjanak. Tehát, hogyha csak egy-egy élőhelyet védünk, és a, a, nincs egy átjárás egy, a populációk között, mert ott mondjuk egy hatalmas út van, akkor ez... Akkor ez, akkor ez probléma, akkor, akkor nem, nem igazán tudjuk. Tehát, hogy ez például, hogy változik, az is egy példa, hogy hogyan hogy ne szemetelj, tehát hogy itt kezdtük el, hogy, hogy ne szemeteljünk, és akkor minden rendben lesz, mert akkor a környezetünk tiszta. De hát most meg a, 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 ugye a másik vége ennek az, hogy hogy, 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 hogy hogy képződik a szemét, és milyen indokkal. Tehát, hogy azért képződik a szemét, vagy azért képződnek ezek a csomagolóanyagok. Mert akkor azzal a gyártó megszabadul egy költségtől, tehát hogyha neki nem kell vele foglalkoznia, mert te eldobod, most vagy a kukába, vagy a szemétbe, akkor neki nincs egy költsége, míg hogyha egy visszaváltható rendszer van, akkor az neki is egy költség, és ettől őt szabadulna. Tehát a könyvtár szerepe ebben az, hogy például, ugye könyvtárosok vagyunk, a tudá, a, a, a könyvtár az a tudást gyűjti, és a tudást próbálja rendszerezni, akárat hát nézzük, a, ugye egyetemes, tízeres osztályozás, stb., vagy a tezeuruszokat. És ugye az, ez az ökotéma már egyrészt van egy történetisége arról, amit előbb mondtam, hogy változik, hogy mit gondolunk problémának, és változik az, hogy milyen válaszokat adunk erre. Például ez, ez már egy könyvtáros számára egy szerintem egy nagyon izgalmas terület, hogy, hogy ez be tudja mutatni. Tehát, hogy ugye beszéltünk előbb arról, hogy, hogy valami régen még furcsának hangzott, és most már véglászlónak igaza lett. Tehát, hogy egyre több ember nyitott erre a témára, és azt látom, hogy valaki most kezd, mert hogy most fiatal, most húsz éves, most kezd ezzel foglalkozni, és hát... Ö... Nincsenek rossz beidegződése, még rossz tapasztalatai. Igen, viszont, viszont tehát, hogy, hogy ne kelljen neki azokat a lépcsőket végigmennie, amit már a korábbi generációknak, tehát, hogy, hogy értesüljön arról, hogy ez tényleg cuki, tehát ez a megoldás, hogy ne szemegy de valójában nagyon naív, esetleg. Tehát, hogy a probléma nem itt van. Tehát a könyvtár abban tud, abban tud segíteni, hogy, hogy leltárba veszi, hogy, hogy, például azt leltárba veheti, hogy milyen sokféle módon lehet ez a kérdéshez viszonyulni. Tehát másik példával, hogy, hogy például rengeteg ma, mára, rengeteg tudománynak van úgynevezett öko irányzata, ökopszichológia, ökológia közgazdaság, a történeti ökológia, ökoszociológia is van. Sőt, a környezeti, környezetpszichológia is van, ami nem egyenlő az ökopszichológiával, ez <laughs> csodálatos. Na tehát, hogy, hogy, ez, is egy, ez is egy könyvtáros feladat szerintem, hogy, hogy összegyűjteni azokat a tudományágakat, amelyek már ilyen ökológiai előtaggal rendelkeznek, és ez például a pályaválasztásban is szerintem nagyon fontos lehet, hogy bejön egy fiatal a könyvtárba, és hát nem tudja, hogy mi legyen, és őt valójában a mondjuk a pszichológia érdekli, és akkor tudja, de van egy nyitottsága a környez, a világ megmentéséért is, mert hogy tüzes lelkű, tizenéves, és akkor tudjuk mondani, hogy semmi probléma, itt van az ökopszichológia, nézd meg, hogy milyen érdekes ez a téma, itt megvalósul az, hogy te pszichológiával akarsz foglalkozni, és megvalósul az a vágyad is, hogy, hogy meg akarod menteni a világot, vagy egy jobb, jobb társadalmi berendezkedést szeretnél elérni. Tehát, hogy ugye a kultúrára én úgy tekintek, hogy, 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 a, hogy, a, hogy minden nemzedék mindig megújítja a kultúráját. Tehát, hogy minden nemzedék dönt arról, hogy milyen értékeket vesz át az előzőektől, és mi az, amit, mi az, amit, amit ő máshogy akar csinálni. Tehát, hogy a kultúrának van egy ilyen szép, organikus fejlődése, úgyhogy ez nem, nem egy olyan állandó dolog. Tehát a Lányi András úgy fogalmazott, hogy a, a, amit így meg akarnak őrizni, az nem a kultúra, hanem az a múlt. És itt nyilván nem arról beszélek, hogy ami rossz, régi az rossz, hanem hogy, hogy ez minden generáció csinálja, hogy, hogy megméri a múltat és megnézi. És néha a múlt győz egyébként. Tehát ugye, ugye például most már van teremtésvédelem is, tehát hogy a, a különféle egyházak is reagálnak a környezeti válságra, és, és elővesznek régi szövegeket, akár több ezer éves szövegeket, és mondják, hogy Barátom, hogyha így viselkednél, akkor nem lenne környezeti válság. Mm. Tehát, hogy a Jézust vagy buthát követjük, mm. akkor, akkor nincs környezeti válság. Mm. És akkor most nekik van igazuk. Tehát a, vannak ugye ezek a kényes témák, hogy milyen, milyen társadalmi berendezkedés a jó, hogy most a. a Szocializmus, kapitalizmus. Igen, tehát, na, és akkor és akkor, ugye ezzel kapcsolatban a könyvtáros etika azt mondja, hogy mi -e, erre a választ nem tudjuk, úgymond mi erre nem adhatunk választ a felhasználónak, hogyha a felhasználó ezt a kérdést firtatja, akkor azt tehetjük, Ura, hogy mi megmutatjuk, hogy erről ezt írták, meg erről ezt írták, és, és, és te vesd össze ez a te hmm. szabadságod, meg a te jogod. Hmm. Na ugyanezt megtehetjük az ökológiai kérdések során is, hogy igen, téged a szemetelés érdekel, akkor mm. itt van erről, mit mond a mm. teremtésvédelem, mit mond az ökopszichológia, mit mond a ökológia közgazdaságtan, és aztán rágódjál. Mm. És akkor, tehát, hogy szerintem ez egy hatalmas és nagyon szép feladat, amit a könyvtár végezhet, és, és egy lényegi dolognak is gondolom, és hatalmas felkészültséget igényel a könyvtáros részéről. Mi magunkat is folyamatosan képeznünk kell, hogy ebben tudjunk segíteni a felhasználóinknak. Ezért is egy csodálatos szakma az egész könyvtárság. Még zárjuk ezt a beszélgetést kicsit a, a boldogság közgazdaságtannal, amit már említettél is, be tudom mutatni a boldogság közgazdaságtant. Én 1998-ban vásároltam egy erősítőt, két hangfalat hozzá, bakeit lemezeket, és akkor hazamegyek, és azóta is ezen hallgatom, bár kaptam egy egy, egy újabb, de az is régi lemezjátszót, és fölrakom a zárai vámosít, és <laughs> csodálatosan érzem magam, boldog vagyok. Tehát hogy lehet ezt valahogy, valahogy érzékeltetni, hogy nem a amit mondtál, a legújabb, újabb, újabb dolgokat megvásárolni, az okozza nekem az örömöt, a fogyasszak, fogyasszak, el legyek. Erről mit mond ez a boldogság közgazdaságtan? <laughs> Na hát, itt egy másik interjú alany, biztos jobban tudna válaszolni. Na, tehát a könyvtáros ne, az előző válaszot visszakagyarodott. A könyvtáros ebben nem tud neked segíteni. Azt tudja mondani, hogy például lelkes Orsolya írt egy nagyon kiváló könyvet a Fentartató Hedonizmus címmel. Most fog megjelenni, majd németül is, angolul már megjelent. És végig végigveszi, hogy koronként mit gondoltak a. Hogyan definiálták a boldogságot, meg a fájdalomhoz való, a, a, a való viszonyt, és hát a, főként a görögök, görög filozófusok nagyon sokat erről merengtek, és ezekből próbál megfogalmazni egy, egy mintát, ami mai emberek számára is érvényes lehet. Ezt én nem fogom most elmondani. Viszont mondok például, hogy tehát ezt el kell olvasni. <laughs> ez egy nagy téma, tehát ez egy könyv. Ez egy könyv, erre a válasz például. De könyvtári könyv. Egy könyvtári könyv, tehát gyorsan menjenek és olvassák el. Vagy például az egy amerikai pszichológus Tim Kasser, ő az anyagiasságot vizsgálta, vizsgálja, több kutatáson keresztül megjelent magyarul is egy könyve, az Anyagiasság súlyos ára címmel. És ő például azt írja le, amiben, ahogy ő írja a pszichológia nagyjából egyetért, hogy a, a, a túlzottan anyagias gondolkodás az egy ilyen válaszreakció sok emberben. Tehát, hogyha bizonyos gyere, gyermekkori igényeink nem ö, teljesülnek, tehát, hogy... Ö, nem voltunk szeretve eléggé. Nem voltunk szeretve eléggé, vagy túl sok konfliktus volt, vagy elhanyagoltság, stb. Sok oka lehet. Akkor az egyik lehetséges válasz az, aminek nagy a valószínűsége sok gyerekként, aztán majd ebből felnő, felnőttként, hogy hogy az ilyen anyagias dolgokban ezzel próbálja magát gyógyítani. Tehát, hogy a, a szerzés. Ezt az igen, a igen, igen. Erről is van egy kiváló könyv, meg interjú is van. A YouTube-on van egy rövid ilyen kis, párperces, magyar felirattal ellátott kis előadása a Kasszernek, azt érdemes megnézni, hogyha valaki. Mert el akarja dönteni, hogy a könyvhöz is hozzá -e. Tehát, hogy erről a témáról sokat gondolkodnak. Aztán például Molnos Zsejke írt egy könyvet a Ökopszichológia alapkönyv címmel, ő is fejtegeti. Ott nagyon, az például nagyon izgalmas szerintem, hogy, a, hogy az ökopszichológia új újfajta, úgy fogalmaz, hogy újfajta egészségmodellt fogalmaz meg, és azt mondja, hogy, tehát, hogy nem, lehetünk önmagukban boldog, nem lehetünk önmagunkban boldogok, hanem ez nagyon is függ a természeti környezetünktől. Tehát, hogy van egy ilyen oda-vissza hatás, hogy mi is hatunk a természeti minőségre, de a természet minősége is hat ránk. Tehát, hogy ez megint egy teljesen másik dimenzióba, vagy másik koordinátorrendszerbe helyezi az egész kérdést, hogy hol van az emberi boldogság. Tehát, hogy egyrészt az ősi bölcsekhez is hozzányúlhatunk, akkor a, a például az ökopsziológiának a, a új megközelítéséhez, vagy kezdhetjük a az anyagiasság vizsgálata felől, és valószínűleg van még egy pár dolog, ami, amit ebben, ebben fel lehet használni abban, hogy, hogy ebben a kérdésben előre lépjünk, és a könyvtáros ezeket, ha tudja, akkor, akkor tud ebben segíteni a felhasználók, hogy ebben haladjon az útján. Tehát minden út a könyvtárba vezet. Minden út a könyvtárba vezet. a nagy bölcsek is. Még egy kérdés ha megengedsz, hogy mit kompenzálsz a kirakóiddal? <laughs> Ez inkább egy nekem. Szóval nekem az ebben a csodálatos, hogy a, ezek a dolgok, amiket én tervezek, ezek geometriailag lehetségesek. Tehát ott vannak, hogyha, ha úgy, úgy tekintünk a világra, hogy van a dolgoknak egy lehetséges halmaza, és hogy, hogy én ezt igazából én egy ilyen bányász munkát végzek, vagy kitermelés munkát végzek, hogy hogy a, a geometriailag lehetséges dolgok közül így kitermelni azt, ami. Tehát, hogy minél többet kitermelni és a valóság részévé hozni, hogy, hogy az valóban egy tárgyként is. Ez nagyon elvont, de mindegy, én így gondolom. Mindegy, mindegy. Tehát, hogy egy tárgyként is lehetséges, és, és akkor így, hát erre így rácsodálkozni. Hát az alkotás öröme, ez nekem nagyon fontos. Ez egy nekem egy. A kompenzálás, akkor én nekem ez egy hatalmas örömforrás, hogy megtalálni ezeket a mintákat ha a lehetséges minták halmazában, amit nem látunk, tehát, és hogy ilyen dolgokat létrehozni és de ezzel szebbé tenni a világot, ami, amire ráfér, hogy szebbé tegyük. Hát és érdemes a boldogsággal kompenzálni mindent. Gondos Gábor, a digitális megőrzési osztály munkatársa volt a vendégünk, kirakóztunk, ökopszichológiáztunk, környezetet is védtük, és meg is váltottuk a világot. Solymos Jákos segített a munkánk, a Tóth Péter vagyok én a könyvtár tartalompakolója. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!